Kedves vendégeink! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Lovasi László Gimnázium 2017-2018-as tanévének szalagavató ünnepségén megjelent szülőket, nagyszülőket, testvéreket, barátokat, a tantestület tagjait, a diáktársakat és minden érdeklődőt. Szeretném bemutatni konferálótársamat, Krén Erikőt, a 11. B-osztályban. Én pedig Németh Kristófot a 11. C-ből. Rendezvényünk két fő részből épül fel. Az első ünnepélyes részben egy rövid műsor és az igazgató úr köszöntő szavai után kerül sor a kötődést és az elbúcsúzást egyszerre jelképező kék szalag felhűzésére. A második részben az osztályok szórakoztató produkcióit láthatják, melyeken keresztül megismerhetjük a végzős osztályok történetét, az évek során formálódott osztályközösségek életét. Őszintén reméljük, hogy vendégeink az elkövetkezendő mintegy 2,5 órában jól fogják érezni magukat. Kérem kedves vendégeinket, hogy a szalagtűzés helyszínére fényképezés vagy videózás céljából ne jöjjenek le. A szalagtűzésről készült videót és fényképeket minden osztály digitálisan megkapja, az eseményeket pedig a kivetítőn is követhetik. Megkérem a végzős osztályokat, hogy osztályfőnökük vezetésével vonuljanak be a csarnokba. Kedves vendégeim! A szalagavató ünnepélyes részében először Ruzsicki Nóra 11. A-osztályos diák énekli el Duffy Mercy című dalát. Ezt követően pedig Schultz Zoltán intézményvezető úr köszöntője hangzik el. Thank you.
Tisztelt ünneplők, kedves ünnepeltek! Szeretettel köszöntök én is mindenkit a Lovasi Gimnázium 2018. évi szalagavató ünnepségén. Nem olyan régen az új év köszöntő túrán az egyik végzős diákunk megjegyezte, hogy végre eljött ez is, az utolsó 4 hónap következik. Hát van egy rossz hírem, még mindig egy kicsit több van hátra, mint a 4 hónap az utolsó sportcsarnokos rendezvényig, de tény, hogy most már inkább a végétől számolunk és visszafelé. Így hát összejöttünk, hogy elkezdjünk elválni. Összejöttünk, de a mai kora estének remélhetőleg az is része lesz, hogy olyan élményeitek lesznek, amitől még nehezebb lesz egy kicsit ez az elválás, hogy ez az este jól sikerül. A szalagavató napja egy olyan nap, mint ahogyan a többi is, amin ugyanaz az ember, tudnélik a végzős, egyrészt gyerek, hiszen láthatjuk itt ülnek a nézőtéren a szülők, hozzátartozók, aztán nem sokára megjelölt, majdnem felnőtt, szintén láthatjuk, hiszen itt vannak a szalagok az elsősorban, aztán majd egy kicsit izguló, de többé-kevésbé felkészülő diák, aki énekel, táncol, esetleg filmen szerepel, ezt egyelőre nem láthatjuk, de az alapok ott vannak előkészítve a technikus asztalán. És mindezek után ott van a mentes kocintás az est végpontja, hogy csak a hivatalos részről beszéljünk. Nem csoda, hogy a végzős sokszor előre mennek, néha visszamennek, kitörnek, csak ne ez az legyen, ami most van, de ha lehet, ne is az jöjjön, ami jön, amit egyrészt vár és amitől tart is. Ez az egész iskolás történetünk 13 évvel ezelőtt még gyerekként kezdődött el. A gyerekkorunk egy eltátott száj, az én szám, ami mindig nyitva van, csupa megdöbbenés voltam folyton. Csak remélni tudom azt, hogy majdnem túljutva a köznevelés rendszerén, maradt még ebből valami a gimnáziumi tanulmányaitok végére is, van még időnként a csodálkozástól tátogatott száj. Az iskolás évek alatt könnyen kialakulhat az a téves elképzelése, érzése egy diáknak, hogy a matematika, a biológia, a földrajz, az irodalom, és még sorolhatnánk, az csak az iskolához kötődik, azzal egyenlő annak a része. Bízom benne, hogy az eddigi lovasi tanórai és tanórán kívüli élmények, az elkövetkező érettségére készülés, a szintetizálás is segítettek abban, hogy a megszerzett tudás leváljon az iskolába, de azért róla lehetőleg ne. Kiderüljön, hogy szerves része a kultúránknak itt van körülöttünk. Ehhez persze nyitottság, érdeklődés és mindenképpen szellemi szabadság kell. Akik ma itt várnak a szalagra, amit büszkén hordhatnak majd, hiszen lovasi szalag, mögötte a hagyománnyal, az értékekkel, és ők erre rászolgáltak. Tehát ők tudják, hogy idejönni is erőfeszítés volt, és sejtik, hogy elmenni is erőfeszítés lesz, az se lesz könnyű. Hogy közben mi volt, arról ma majd filmek szólnak, énekek, egyszer pedig majd nyilván beszélgetések is lehet, talán már ma este. És hát mi lehet a szerepünk nekünk ebben az egészben az elkövetkező időszakban? Ha hagyjátok, akkor egy kicsit fogjuk még a kezeteket, nem azért, hogy visszahúzzunk benneteket, hanem hogy segítsünk. Mi nyújtjuk a kezünket, de megfogni nektek kell, annál jobb lesz a végén elégedetten elengedni. Aztán mi jut még? Jut nekünk némi irigység, mert miért is ne? A szépségre, a fiatalságra, a magabiztosságra. A hamarosan megjelenő iskolai évkönyvben Veszprém egyetlen olimpiai bajnoka, aki szintén itt érettségizett a Lovasiban. Nyilván meg tudom mondani a nevét is, de majd mindenki utána jár. Arra a kérdésre, hogy volt-e benne félsz, nehéz volt-e messzire kerülni, kiszakadni a családból, a régi környezetből, amikor közel ennyi idősen, mint a mostani végzősök, választania kellett, azt válaszolta, 20 évesen semmi nem nehéz, 20 évesen minden izgalmas, 20 évesen az ember azt gondolja, hogy örökké fog élni. Az, hogy én eltöltök egy-két évet itt-ott, az nem elvesztegetett idő, mert az éveim száma lényegtelen. 20 évesen nézzetek át bizakodva az elkövetkező időszakra, legyen időtök,
nyitottságotok, tanulni, tudni, észrevenni, biztatni, ölelni, támaszra lenni, árukat élni nagyon szeretni. Kitartást, türelmet, bátor és szoros kézmegfogást, a mai estére az alkalomhoz szerepezélő komolyságot, vidámságot és jó együttétet kívánok.